mindenkit üdvözöl, szeretettel üdvözlök, és folytatjuk ugye, ahol a múltkor abba hagytuk a reformáció történetét, mégpedig a Luther kiközösítésénél, hogyha jól emlékszem, hogy az volt az utolsó, ugye, ami 1521-ben történt, és hát azt is olvastuk, hogy, vagyis azt is említettük, hogy a Luther addigra már ugye teljes önbizalommal elutasította a pápai tekintét, a pápai hatalmat, sőt azzal a megjegyzéssel vetette tűzre a pápa kiközösítő levelét, hogy égjél a tűzben, aki Isten szentjét bántani merészelted. Ugye egyébként a mostani alkalommal egy csomó ilyen Luther idézettel készültem, hogy nehogy valaki elfogultsággal vádoljon, hogy ugye hát katolikus pap létemre megrágalmazom ugye a kilépett szerzetes papot, ugye Luthert, hanem nézzük az ő saját szavaiból, hogy hogyan gondolkodott egyes témákról. És hát az egyik ilyen idézet mutatja, hogy Luthernek azért sokáig voltak belső kétségei, hogy vajon tényleg jól cselekszik ő, hogy tényleg jogos ez az ő lázadása? És a következőt mondja Luther. Ó, milyen nagy fáradtsággal és munkával, és még a Szentírás tekintély által is alig tudtam a tulajdon lelkiismeretemet igazolni, hogy egyedül nekem szabad a pápa ellen fellépnem is őt antikrisztusnak tartanom, püspökeit az antikrisztus apostolainak, főiskoláit pedig az antikrisztus paráznasága helyeinek. Mi gyakran kétségeskedett a szívem, büntetett engem és szememre hányta legnyomósabb érvét. Hát csak te vagy az egyedül okos? A többiek mind tévednek, és oly hosszú időn át tévelyektek? Mi lesz, hogyha te tévedsz, és sok oly embert a tévelygésbe vezetsz, és azok miattad jutnak az örök kározatra? Addig tartott kétsége között a lelkiismeret, míg csak Krisztus a tulajdon bizonyos szavával meg nem erősített és nem igazolt engem, amire aztán szívem nem kételkedett többé, hanem nekivetette magam a pápisták érveinek, mint egy sziklapart a hullámoknak, és az ő dörgedelmeiket és viharzásukat kinevettem. Tehát ugye itt eleinte tényleg megszólalt a lelkiismeret, és tényleg jó dolgokat juttatott eszébe, csak hát ő ezt az ördög ugye szavának tartotta, és amikor pedig hát az ő gőgje, meg a dőpössége ugye felülkerekedett, azt egyenesen Krisztusnak tulajdonította. És végül egy megjegyzése a kiközösítésről, azt mondja, a pápa engem átok alá vetett, azóta gyarapodtam testileg is, lelkileg is. Viszont én is átok alá vetettem őt, de az enyém erősebb, mint az övé, a pápa ugyanis fogy is sorvad. Hát ez volt ugye az ő érve, hogy az ő átka az erősebb, mint a pápáé. Na most ugye érdekes, hogy abban az időben, amikor valakit kiközösítettek, akkor ugye ez nem csak egy egyházi büntetés volt, hanem államilag is nagyon rossz helyzetbe került. Tudnélik, a Német-Római Birodalom császára, aki akkor 5. Károly volt, egy katolikus fejedelem, az ugye egyúttal birodalmi átok alá vette Luthert, ami azt jelente, hogy gyakorlatilag törvényen kívül helyezte őt, és hát tulajdonképpen egy úgymond hát vérdíjat tűzte ki a fejére, tehát bárki bármikor elfoghatta őt, és azonnali ugye bíróság elé helyezték, illetve hát az élete nem sokat ért ezáltal. És miután ilyen módon hát Luthernek bujkálnia kellett, menekülnie kellett, ezért az egyik titkos védője, a bölcs Frigyes szász fejedelem elraboltatta Luthert, és az ő Wartburgi várába látszat fogságba vetette, és itt őrizte őt György Lovag Junker Jörg álnéven. Ekkortól kezdve Luther már nem járt szerzetesi ruhába, és ugye, hát áruhába
bujkált, és ebben az időben, ebben az álfogságban kezdte fordítani az új szövetséget német nyelvre. Na most ezt szokták említeni, mint a reformáció nagy-nagy érdemét, hogy ugye kézbe adta úgymond a népnek a szentírás népnyelven, amit állítólag azelőtt a katolikus egyház ugye szigorúan ellenzett és a néptől eltiltotta az Isten igéjét. Na most ugye, a helyzet az az, hogy bizonyított dolog, hogy Luther előtt is már létezett egy német nyelvű bibliafordítás, mégpedig a strasburgi fordítás 1466-ban készült, és Luther előtt 13 kiadást ért meg. Tehát ugye, ugyanúgy, ahogy magyarul is nagyon sokan azt gondolják, hogy a Károli Biblia ugye a legősi, pedig nem, hanem Bátori, ugye László, pálos szerzetes volt az első, aki a teljes Bibliát lefordította magyarra, még ugye a reformáció előtt, és hát egy csomó más magyar nyelvű töredék is megmaradt, az egész középkorból, tehát gyakorlatilag. Ugye ezt nem tudhatjuk be a reformáció érdemének. Igaz, a katolikus egyház nagyon óvatos volt, mert ugye hát a Bibliának vannak olyan részei, amelyek egy ugye hitben járatlan embert meg is botránkoztathatnak, meg mindenféle téves magyarázatokat szülhetnek, és ezért a katolikus egyház mindig is azt akarta, hogy olyanok forgassák a Bibliát, akik ugye értenek hozzá, akik nem fogják félreérteni, és a mai korban pedig ezt úgy szokták biztosítani, hogy ugye megfelelő kommentárokkal és magyarázatokkal ellátott Biblia legyen. És egyébként azzal is szoktak érvelni, hogy na jó, igaz, volt német Biblia Luther előtt is, de hát Luther ezt a Bibliát ugye az eredeti görög és héberből fordította. És ugye a korábbi bibliafordítások mind a latin vulgátából készültek. Na de azt is tudnunk kell, hogy mi ez az eredeti, az úgynevezett eredeti görög és héber. Ez az úgynevezett zsidó masszoréta szöveg, ami ugye azt jelenti, hogy magánhangzókkal is ellátott szöveg, amit a zsidó ugye írástudók a 9.-10. Században állítottak össze. Ezzel szemben a Vulgáta a 4. században keletkezett, egy sokkal korábbi ugye, változat alapján. Tehát a Septuaginta alapján, amely még ugye a Krisztus előtti évszázadban keletkezett, ami ugye a görög fordítása az Ószövetségnek, illetve a Jeromos korában föllelhető egyéb ugye latin, illetve görög is, és héber fordít, vagyis hát szövegek alapján készült a Vulgáta, úgyhogy megalapozott az a vélemény, hogy a Vulgáta sokkal eredetibb és ősibb szövegek alapján jött létre, mint ugye Luthernek ez az új fordítása. Annál is inkább, hogy azért Luther, mint említettük, néhány helyen önkényesen belefűzött bizonyos szavakat. Például csak. Az igaz csak a hitből él. Ugye, és hogy csak a hit az, ami üdvözít, és ez a csak, ez sehol nincs leírva. Annál is inkább, hogy ugye, amikor azt mondja a római levél, hogy az igaz a hitből él, a hit üdvözít a törvény tettei nélkül, akkor nem általában jó cselekedetekre gondol, hanem az ószövetségi, mózesi törvény szerinti tettekre gondol. Tehát azok nem szükségesek már, mert az Ószövetségnek vége, viszont nem tagadja Szent Pál, hogy a jó cselekedetek szükségesek lennének. Annál is inkább, hogy egy másik apostoli levél, Szent Jakab levele kifejezetten kimondja, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Na most Luther ezzel mit kezdett? Hát ami neki nem tetszett a Bibliából, azt rövid úton ugye, hát vagy kihúzta, vagy pedig hát diszkvalifikálta olyan módon, hogy Stroepistel szalmalevélnek nevezte Szent Jakab apostol levelét.
És például egy másik könyv, ami nem tetszett neki, az a Jelenések könyve volt, és azt mondta, hogy semmi apostoli, semmi prófétai nincs benne, egyáltalán nem említi Krisztust, tehát ő kételkedik benne, hogy ez sugalmazott írás lenne. És persze azért a későbbiekben benne maradt a protestáns bibliákba is mind a kettő, mind a Jelenések könyve, mind a Jakab levél, viszont nem maradt benne az Ószövetségnek az a 7 könyve, ami ugye nincsen benne az eredeti héber Ószövetségben, hanem a Septuagintában, tehát a görög fordításban van benne, de a katolikus és az ortodox egyház mindig is elfogadta mind hiteles sugalmazott írást. Ezek az úgynevezett másodkánoni deuterokanonikus könyvek, és hát ezek is ugye nem véletlen, hogy Luthernek nem tetszettek, mert például a Makkabeusok könyve az egyik ilyen könyv, ahol arról van szó, hogy szent és üdvös dolog a halottakért imádkozni, mert ugye áldozatot mutatnak be azokért a zsidó katonákért, akik elhunytak a csatába, és kiderült, hogy ilyen kis talizmánok voltak a ruhájuk alatt, ami azt jelentette, hogy ugye bálvány istenekhez fordultak ilyen babonás módon, és emiatt ugye a haláluk után Jeruzsálemben áldozatokat mutatnak be, hogy bűnei bocsánatot nyerjenek is. Így igazolja ugye a Makkabeusok könyve, hogy szent is, üdvös is, hatékony dolog a halottakért imádkozni. Hát mivel Luther az nem hisz a tisztító tűzben, csak a mennyország vagy a pokol van, tehát nem lehet a halál után semmiben sem változtatni az elhunytak sorsán, ezért ezt a könyvet ő elveti. Meg vannak más könyvek is, amelyeket ilyen módon kicsit bonyolultabb a helyzet ezekkel az ószövetségi könyvekkel, de azt tudjuk, hogy ugye ezek nem szerepelnek a protestáns Bibliában. No és aztán ugye végül is, hát elmúlik ez a birodalmi átok kiváltotta üldözésnek az első ugye nagy áradata, és gyakorlatilag Luther ezek után már ugye sokkal szabadabban lép föl, visszatér Wittenbergbe, aztán mivel hogy támadja a szerzetesi fogadalmat, és buzdítja a szerzeteseket, hogy szegjék meg nyugodtan a fogadalmakat, mert azok ugye, azok is emberi cselekedetek, tehát a tisztaság, szegénység, engedelmesség, tehát az üdvösség szempontjából ez teljesen közömbös, és emiatt minden szerzetest házasság kötésre buzdít, és ő maga is élen jár ebben, hát 42 éves korában feleségül veszi az egyik menekült ciszter apácát, Katarina von Borát. Egyébként ugye, amikor Luther hazájában jártam, de nem Luther zarándoklatra mentem, hanem ugye Szent Norbert eredeti működési helyeit, Magdeburgot is, környékét néztük meg, és ez nagyon közel van Wittenberghez. Ott találtam egy ilyet, hogy Jedes Jahr im Juni, minden évben júniusban megrendezik a turistáknak Luthers Hochzeit, Luther esküvője, das Wittenberger Fest, Wittenbergi ünnepség, és itt van a virít, a 42 éves Luther, az apáca feleségével, hát ezt körbeadom, tessék megnézni, hogy ebből ma is turista attrakciót csinálnak, hogy minden évben erről megemlékeznek. Egyébként hát Luther maga megemlíti, hogy annyira nem szerelemből történt ez a házasság, hanem egyszerűen, tehát ugye ezt említettem már többször több helyen, hogy Luther nagyon poligám hajlamú volt. Tehát a saját bevallása szerint 4 nőnél soha nem volt kevesebben kapcsolata egyszerre. Szerzetesként is, meg nősemberként is, tehát folyamatosan. És ugye hát a barátja, Melanchthon mondta neki, hogy legalább a látszat kedvéért tessék egyet kiválasztani és megnősülni. Egyébként, amikor később szóba kerül a házassági kérdés, akkor Luther mindig azt mondja, hogy
ugye fölmerül a kérdés, hogy szabad-e válni. Azt mondja, hát ő a válást, szerinte a Szentírás erről nem szól semmi pontosat, de ő inkább a bigámiát javasolja, tehát a több nevűséget. És ez valóban meg is valósult Hesseni Fülöp herceg esetében. Ugye egyre inkább, ahogy Luther elszakadt a katolikus egyháztól, egyre inkább ugye a fejedelmek felé kellett fordulnia támogatásért, nem utolsó sorban anyagi támogatásért, és hát a fejedelmek ugye nem ingyen támogatták őt, hanem azt várták, hogy ő valamilyen erkölcsi ugye hátteret biztosítson számukra, és ez a Hesseni Fülöp hát megunta a kis öregecske feleségét, viszont volt ott egy nagyon kedves, bájos, fiatal udvarhölgy, akivel hát már nagyon összemelegedtek, és a Hesseni Fülöp kérdezi Luther mestertől, hogy hát szabad-e neki ezt a udvarhölgyet is feleségül venni, és ugye hát Luther az Ószövetségre hivatkozva, és ott tudjuk, hogy hát azért annak azoknak a királyoknak, meg fejedelmeknek azért volt egy csomó feleségük, mellékfeleségük, ágyasuk, stb. Egyebük. És akkor erre hivatkozva azt mondja, hogy hát a Szentírás semmiben sem kifogásolja a többnejűséget, de mivel, hogy ez a világ, ez annyira ugye prűd is, annyira áll szemérmes, ezért ha valaki kérdezi, hogy kapott-e ő erre engedélyt, akkor tagadja le, tehát tartsa inkább titokban, inkább ugye, tehát ne dicsekedjen ezzel az engedéllyel, de ő Isten előtt garantálja, hogy ennek nem lesz semmi negatív következmény, hogy Isten előtt teljesen elfogadott a ugye többnejűség. Még, ami érdekes, hogy ugye ezekkel a fejedelmekkel kapcsolatban, hogy Luther írt egy könyvet a keresztény ember szabadságáról, ahol tulajdonképpen ugye igazolván az ő lázadását az egyház ellen, arról beszél, hogy egy keresztény ember teljesen szabad, nem parancsolat neki senki, sem világi, sem egyházi téren, és emiatt ugye hát a parasztok, akik hát nem csak az, mint a fejedelmek, ugye, nem csak az egyházi adónak a magasságát és mértékét kifogásolták, hanem nagyon sokat szenvedtek a világi uraiktól, ezért a parasztok ugye fellázadnak az urak ellen, és fegyveres felkelés tör ki. Mit mond Luther, amikor ugye a fejedelmek megint csak a Lutherhez fordulnak, hogy mi a teendő? Azt mondja, hogy hát Luther doktor, te lázítottad föl ezeket a parasztokat, most mit csináljunk velük? A következőt írja Luther, idézet. Így hát üssön, folytson, szúrjon titokban vagy nyilvánosan mindenki, aki csak tud, s gondoljon arra, hogy nincs mérgezőbb, károsabb, ördögibb, mint egy lázadó ember. Mint egy veszett kutyát, épp úgy őt is agyon kell verni. Ha nem vered agyon, ő jut agyon téged, és az egész országot veled együtt. Tehát, mint a veszett kutyákat, úgy kell őket ugye kiirtani és leverni a lázadásukat. Tehát Luthernek azért volt egy nagyon-nagyon heves természete, és hát a nyelvezete is olyan volt, hogy semmiféle gyalázkodástól, becsmérléstől, mindenféle ilyen ugye gúnynévtől és pajzán dolgoktól sem riadt vissza. Ezt ugye bőven tanúsítják például az asztali beszélgetései, amelyek leírják a közös asztalnál, mert ugye ott nem csak a családja volt, hanem a diákja is, és azok írták föl a Luther mondásait például étkezés közben, és hát van, amelyik azért eléggé arcpirító, és eléggé hát nem éppen odaillő. No, aztán még egy kérdés a zsidókhoz való viszonya Luthernek, hát ez az egyik legproblémásabb pont. Ugyanis eleinte a Luther nagyon-nagyon bízott abban, hogy a zsidók elfogadják az ő tanítását, és neki köszönhetően végül is keresztény hitre térnek, és ezt valamiképpen egy igazolásnak vette volna, mert hogy ugye a Szentírás szerint az utolsó időkben ugye a zsidóság megtér, elfogadja Krisztust. Tehát, hogy ő a végidők profétája tulajdonképpen. De hát a zsidók valahogy megmakacsolták magukat, és hiába írt mindenféle
prédikációkat, felvilágosító könyveket, nagyon nem hajlottak a megtérés felé. Na és ekkor írta Luther azt a könyvet, aminek a címe a zsidókról és a hazugságaikról. Hát néhány dolgot idézek. Most, hogyha ezek az én szavaim lennének, valószínűleg, hogy az óra végén már letartóztatnának. De ez pusztán csak idézet, tehát nézzük meg, hogy mit mond Luther. Azt mondja, ilyen kétségbe esett, gonoszsággal, méreggel átitatott ördögi dolog ez a zsidókkal, akik 1400 év óta a mi csapásunk, dögvészünk és minden szerencsétlenségünk, és most is azok. Egy szóval igazi ördögökkel állunk szemben. Bennük nincs emberi szív, velünk pogányokkal szemben. Ilyeneket tanulnak iskoláik ördögtanáraitól. Mi a teendő tehát? Először zsinagógáikat és iskoláikat fel kell gyújtani, és ha azok nem akarnak égni, akkor földdel be kell borítani, hogy senki fia soha többé örökké egyetlen követ vagy salakot ne láthasson belőle. És ezt kell tenni Urunk is a kereszténység dicsőségére, hogy Isten lássa, hogy mi keresztények vagyunk. Másodszor össze kell dönteni és el kell pusztítani a házaikat. Mert azokban ugyanazt csinálják, amit az iskoláikban. Ezért egy tető alá vagy istálóba kell tenni őket. Harmadszor el kell venni tőlük az imakönyveiket. Negyedszer rabbiaiknak fejlesztés terhe mellett meg kell itt tiltani, hogy taníthassanak. Ötödször a zsidóknak meg kell tiltani, hogy az utcákat használják. Mert semmi dolguk kint, se nem urak, se nem hivatalnokok, se nem kereskedők vagy ehhez hasonlók maradjanak otthon. Hatodszor el kell tőlük venni minden pénzt és ezüst is aranyékszert, és ezeket el kell zárni. Ez azért van, mert minden, amiük van, tőlünk lopták, vagy uzsorával tőlünk szerezték. Hetedszer minden fiatal zsidó férfinak is nőnek cséphadarót, baltát, kapát, lapátot, rokkát, orsót kell adni a kezébe, és hagyni, hogy kenyerüket orruk verítékével keressék meg. A lusta csontjukat ki kell verni a hátukból. Összegezve, kedves hercegek és urak, és akik között zsidók élnek, és akiknek ezért az én tanácsom nem tetszik, adjatok ennél jobbat, hogy ti is mindnyájan megszabaduljunk, és hogy ti is mi mindnyájan megszabaduljunk a zsidók tűrhetetlen ördögi terhétől. Vagy például egy részlet Luther asztali beszélgetéseiből, amikor egy zsidót keresztelek, az Elba hídjához szeretném vezetni, nyakába egy követ kötni és lelökni, és azt mondani, megkeresztellek téged Ábrahám nevében. No, szóval ugye van Luthernek 7 javaslata, hogy hogyan kell bánni a zsidókkal. Néhány évszázaddal később egy honfitársa ezeket meg is valósította. Ez a honfitárs a következőt mondja. Luther nagy ember volt, egy óriás. Egy lökéssel áttörte a homályt, és úgy látta a zsidókat, ahogyan mi csak ma kezdjük őket látni. Ugye ezt úgy hívták, hogy Adolf Hitler. Karl Jaspers, német filozófus azt mondta, hogy amit Hitler tett, az mind Luther ajánlotta, a gázkamrákba való direkt gyilkoláson kívül. Tehát gyakorlatilag még egy érdekes térkép van itt, ugye. Ez a felső térkép Németország, és a piros részeken van a katolikus lakosság. Tehát ezeken van a többségben a katolikus lakosság. És itt az alsó térképen pedig látjuk, hogy melyek azok a területek, ahol a Nemzeti Szocialista Pártnak ugye legtöbb szavazója volt. Csak luteránus területek, a katolikus területeken alig volt támogatójuk. Nem véletlen. Tehát ugye Luther gyakorlatilag a zsidó kapcsán először fogalmazta meg, ami a második világháborúban, ugye, hát beért, mint gyümölcs. Aztán még egy ilyen problémás téma a törökhöz való viszony. Ugye erről már beszéltünk a reneszánsz pápaságnál, hogy a reneszánsz pápáknak a sok-sok
ugye gyengéi és bűnei mellett volt egy nagyon erős oldaluk, ez pedig, hogy próbálták összefogni a keresztény fejedelmeket, és rámutatni arra, hogy van egy közös ellenség, aki mindnyájunkat elpusztíthat, ezek a törökök, tessék ellenállni, tessék nem egymás ellen adakozni, közösen összefogni, és Magyarországot is emiatt a pápák nagyon támogatták anyagilag is, katonai erővel is. Na most Luther ezt erősen ellenezte, tehát abszolút hallani se akart a török elleni ellenállásról vagy összefogásról, hanem azt mondja, mire jó az, hogy mi a töröknek testi fegyverrel ellenállunk? Mi rosszat tett a török? Elfoglalja az országot és uralkodik ideig óráig. Hiszen nekünk ugyanazt kell elszenvednünk magától a pápától, aki bizony agyongyötri testünket és életünket, amit a török nem cselekszik. Ezen felül a török mindenkit meghagy a maga hitében. Ezt nem teszi a pápa, hanem az egész világot a keresztény hittől a maga ördögi hazugságára kényszeríti, úgyhogy a pápának a test, javak és a lélek feletti uralma nyilvánvalóan 10-szer gonoszabb, mint a töröké. És ha Krisztus maga le nem dönteni az Antikrisztust az írás szerint, és ki akarnók írtani vala a törököt, a pápán kellene kezdenünk a dolgot. Végül kérek minden szeretett keresztény, segítsenek könyörögni Istenhez ezekért a nyomorult, elvakult fejedelmekért, akik ugye a török ellen harcolnak. Kétségtelenül Isten sújtott minket velük nagy haragjában, hogy ne jussunk abba a helyzetbe, hogy a törökök ellen vonuljunk vagy adakozzunk, mivel hogy a török 10-szer okosabb és kegyesebb, mint a mi fejedelmeink. Mi sikerülhetne a törökkel szemben ezeknek a bolondoknak, kik Istent annyira megkísértik és káromolják? Mert íme látod, hogy a szegény, halandó pondrózsák, a császár, aki élete felől egy szempillantásig sem biztos, miként dicsekszik szemtelenül, ő a keresztény hit igazi legfőbb védelmezője. Az írás azt mondja, hogy a keresztény hit szikla, mely ördögnél, halálnál és minden hatalomnál erősebb. És ekkora erő védhesse magát a halál gyermekével, aki egy ótvar, vagy akit egy ótvar vagy himlő is ágyba fektethet? Isten segíts, milyen oktalan a világ! Így dicsekszik Anglia királya is, hogy a keresztény egyház is a hit védője. Sőt, a magyarok azzal dicsekednek, hogy Isten védői, amikor ugye a töröknek ellenállnak, és azt éneklik a litániában, hallgass meg minket védelmezőidet! Isten, szabadíts meg minket tőlük, és adj nekünk kegyelmesen más uralkodókat. Tehát a magyarokról ez volt a véleménye Luthernek, hogy ugye tulajdonképpen Istennel szállnak szemben, amikor a törökkel szembeszállnak, és a pápa az igazi ellenség. Ellene kell fordulni, a török pedig az 10-szer okosabb és kegyesebb is, nagyon toleráns, hát velük toleráns volt, a katolikusokkal nem volt toleráns soha. Na most ugye, hát sokat lehetne még beszélni az ő életéről. Minden esetre, amikor 1546-ban Eisleben-ben, a szülővárosában meghal, akkor egy kicsit átértékeli ezt az egész szituációt, és hát leírja a valóságot, a helyzetet. Magam sem tagadható, mondja Luther, hogy a dolgok új állapota gyakran rettegéssel tölt el. Különösen, ha lelkiismeretem szememre veti, hogy az egyház ősi rendjét felzavartam, mely a pápaság alatt oly nyugodt és békés volt, s hogy tanaim által mindenütt szakadást és nyugtalanságot idéztem elő. Az emberek most bosszúállóbbak, pösvényebbek, szívtelenebbek, erkölcstelenebbek, javíthatatlanabbak, szóval sokkal gonoszabbak, mint amikor a pápaság alatt álltak. Ezt írja az öreg Luther, ugye halála előtt. Tehát meglehetősen csalódottan halt meg, de nézzük azért a tanítását, hogy bizonyos részeket már vettünk, ugye, mint ez a búcsúkról szóló tanítása, és hát mondtuk, hogy részben mondjuk jogos a visszaélések elleni tiltakozása, de a tanításának a szívét az három szóla, vagyis a három csak alkotja.
Sola fides, csak a hit, sola scriptura, csak az írás, és sola gratias, csak a kegyelem. Tehát neki mindig ugye az a problémája, hogy hogyan igazul meg az ember Isten előtt. Ugye azt tudjuk, hogy rettenetesen aggályos volt Luther, hogy szerzetes korában minden nap órák hosszat gyónt, és hiába mondta neki a lelki atya, hogy ezt le kell győzni, hogy nem szabad ugye ennyire gyötörni magát, bízni kell az Isten irgalmába, bocsánatában, de valószínűleg, hogy Luther tudatalattiában mindig ott volt annak a kegyetlen apának a képe, aki őt ugye meg az egész családot halálra terrorizálta, és egy olyan apa volt, akinek semmi sem volt jó, sohasem lehetett a kedvében járni, tehát hogy Istenre is kivetítette ezt a képet. És gyakorlatilag ugye aztán jött ez a bizonyos torony élmény, az a megvilágosodás, amikor ugye hát a kolostornak a legkisebb szobájába, ami a toronyban volt, ugye, hát a római levélnek a idézete jutott eszébe, hogy az igaz a hitből él, tehát akkor azt mondja, hogy nem kellenek a cselekedetek, csupán a hit az, ami egyedül üdvözít, a hit mint ráhagyatkozás, mint bizalom Krisztus érdemeire. Ugye és aztán Luther ilyeneket mondott később, hogy gyakorlatilag, hogyha az ember naponta 1000 gyilkosságot is, 10000 házasságtörést követne el, akkor se számítana, azt mondja, hogy védkezz bátran, védkezz erősen, de higgy még erősebben. Tehát gyakorlatilag az Isten nem nézi az ember cselekedeteit, mert az embernek a szabad akarata az teljesen tönkrement, és az ember kizárólag gonoszra, kizárólag halálos bűnre képes az eredeti bűn óta, és a megváltás se segít ezen, a szentségek se segítenek ezen, tehát bármit tesz az ember, csak halálos bűnre képes, tehát az egyedüli, amit tehet, az, hogy ráhagyatkozik Krisztus érdemeire, és akkor a mennyei atya az embert, mint egy ilyen rózsaszín szemüvegen keresztül nézi, és Jézus Krisztus látja abban az emberben is, aki önmagában ugyanaz a bűnös gazember maradt, aki azelőtt volt. Ugye a katolikus tanítás azt vallja, hogy minket az Isten kegyelme belülről átalakít, megszentel, megszabadít a bűntől. Valódi érdemeket is, valódi erényeket tudunk ugye kifejleszteni magunkban. Luther ezt tagadja, és azt mondja, hogy egyedül a hit az, ami számít Isten előtt, a tettek azok semmisek. Hát ezek után nem csoda, hogy az emberek bosszúállók, föstények, szívtelenek és erkölcstelenek lettek, ugye. Aztán ugye hát a sola scriptura azt mondja, hogy egyedül a szentírás a hitnek a forrása, semmi más nem kell hozzá, sem a szent hagyomány, sem az egyházatyák, sem a zsinatok, sem a dogmák, sem a pápa, sem az egyházi tanítóhivatal, még papság sem kell, egyedül a szentírás. Na most ugye a szentírás szerinte mindenki saját maga magyarázza, és mindenkit a Szentlélek megvilágosít, hogy helyesen tudja magyarázni. Mi lett az eredménye ennek? Az, hogy még Luther életében is ezer felé kezdett szakadozni az ő mozgalma, mert mindenki másként magyarázta a Szentírást, és aztán például Calvinnal vérre menő vitákat folytattak, amellett, hogy azt, hogy ez az én testem, ezt úgy kell értelmezni, hogy szó szerint ez az én testem, vagy átvitt értelembe, hogy ez jelképezi az én testemet, ugye. Tehát itt se tudtak zöldágra vergődni. Egyébként ugye ez, hogy nem kell papság, nem kell pápaság, tehát minden keresztény ugye a Szentlélek által vezetett, és mindenki mindenféle közvetítő nélkül tud Istennel ugye kapcsolatba lépni. Ebből kifolyólag ugye Luther tagadta például az egyházi rend szentségét is, tagadta ugye a fölszentelt papság szükségességét. Ugye maga Luther fölszentelt pap volt, de ő ezt a papságot megtagadta, és a későbbiek folyamán volt egy ilyen kijelentése, hogy a legsúlyosabb bűne életében az volt, hogy 20 éven keresztül misézéssel gyötörte és keresztre feszítette az urat.
Tehát a 20 éven keresztüli rendszeres mise az volt az ő életének legnagyobb bűne, mert hogy a mise ugye az a legnagyobb Isten gyalázás és Isten káromlás, tehát ahogy a mai napig ugye igaz, hogy nem a luteránus, hanem a kálvinista katekizmus mondja, hogy kározatos bálványimádás a katolikus mise. Tehát az ő számára a mise az csupán egy közös imádság és tanítás és egy emlékvacsora, egy testvéri összejövetel, semmiképpen nem áldozat, nem Krisztus kereszt áldozatának a megújítása, mert ugye szerinte, hogyha azt mondjuk, hogy a Szent Misén megújul és folytatódik Krisztus áldozata, ezzel ugye semmibe vesszük és lekicsinyeljük Jézus eredeti kereszt áldozatát. És emiatt javasolta Luther a történelemben először, hogy a Szent Misét azt nem a hívekkel egy irányba kell bemutatni, mint addig, hanem egy asztal köré ugye ülve, mint egy testvéri lakomát, ahol a lelkész ugye nem fölszentelt pap, hanem egyszerűen egy olyan hívő, akit a közösség megkért és fölhatalmazott, hogy ezt a testvéri összejövetelt vezesse. Ennyi a lelkész feladata. Ugye, és emiatt meg is szakadt a érvényes papszentelések sorozata. Tehát ugye lehetett volna érvényes papszenteléshez jutni, mert ugye voltak olyan püspökök is, akik átálltak Luther oldalára. De ezek a püspökök maguk se hittek az egyházi rend szentségében, nem hittek a püspöki vagy a papi rendben, és ezért nem is szenteltek senkit, hanem egyszerűen ugye a prédikátorokat kiképezték, és egy Isten tiszteleten a közösség megbízta őket, hogy mától kezdve te leszel a mi prédikátorunk. Ennyi. Se szentelés nem. Ugye a 7 szentségből maradt 2, Luther szerint csak 2 van a Szentírásban, a keresztség és az úrvacsora, ami ugye, mint tudjuk, nem Jézus valóságos jelenléte, vagy legalábbis nem úgy, mint a katolikus tanításban, nem áldozat a Szent Mise, és ugye egyébként a többit, például a gyónást, azt Luther élete végéig gyakorolta, de nem tartotta kötelezőnek, senkinek sem írta elő kötelezően. A házasság Luther szerint egy egyszerű világi szerződés, ganz weltlichding, így mondta a korabeli német nyelven megfogalmazva, tehát az állam az illetékes, mint bármely szerződés, megköthető, fölbontható, egy másik köthető, tehát semmilyen isteni ugye, eredete nincs a házasságnak. Sőt, mondjuk volt egy jó tanácsa férfi társaihoz, hogyha a feleség nem hajlandó engedni a vágyainknak, ott a szolgáló lány. És hát a feleségeknek is javasolta, hogyha a férfi már nem képes mondjuk a házas életre, akkor más valaki majd képes lesz, tessék hozzáfordulni. Tehát a házassági hűséget ő egyáltalán nem tartotta annyira fontosnak is, és Isten által kívánt dolognak. Aztán ugye a bérmálás azt mondta, hogy az egy emberi találmány, teljesen fölösleges és hatástalan, a betegek kenetére ugyanúgy, ráadásul ugye a betegek kenetének a bibliai forrása az a Jakab levél, amit ő amúgy is semmibe vett. Az egyházi rend szentsége az ugye nem számít gyakorlatilag úgy, hogy maradt a keresztség is az úrvacsora. A Szent Mise, ahogy mondtuk, nem áldozat, csak lakoma, nem kell hozzá felszentelt pap, és ugye hogyan van jelen Jézus Krisztus? Úgy van jelen, hogy nem változik át a kenyér és a bor, tehát marad a kenyér és a bor a maga valóságában, hanem az úrvacsora vétel pillanatában Jézus valóságosan jelen van a kenyér és a borral együtt, a kenyér és a bor mellett. Ezt úgy mondjuk, hogy konszubstanciáció, tehát a szubstancia az lényeg. Mi katolikusok azt mondjuk, hogy transzszubstanciáció, átlényegülés. A kenyér és a bor lényege átváltozik, megszűnik, és Krisztus testének is a vérének a lényege lesz ott a színek alatt. Luther azt mondja, hogy konszubstanciáció, marad a kenyér és a bor lényege, és mellé oda csatlakozik vele együtt, ott lesz Krisztus testének is vérének lényege, de csak a vétel pillanatában. Tehát nincs tabernákulum, nincs szentségimádás. Nincs olyan, hogy elvisszük a betegeknek a korábban konszekrált ostját. Nem.
Tehát helyben fogyasztjuk, és utána már megszűnik a jelenlét. Hát tőlünk. Tőlünk, ahol ugye van érvényes oltári szentség. Na most, tehát ez a tanítás az eukarisztiáról. Na most ugye hát a művei. Luther művei ugye például rengeteget írt, vagy írtak a tanítványai, például a szolgai akaratról, vagyis azt mondja, hogy az akarat az olyan, mint egy ló, akinek ugye nincs önálló döntési képessége, hanem vagy az Isten ül rajta, vagy a sátán ül rajta, és arra irányítja, amennyire akarja. Tehát az ember nem rendelkezik szabad akarattal a bűnbeesés után, sőt például az értelmet azt nagyon-nagyon lenézte, azt mondja, hogy az értelem a sátán első szajhája. Ez volt a véleménye, tehát teljesen dobd el az értelmedet, ne használd, Isten értelmileg teljesen megközelíthetetlen, kifürkészhetetlen, csak ez a bizalomteljes ráhagyatkozás, amit ő hitnek nevezett, ez az, ami számít. Aztán megírta a két katekizmust, ugye a kis kátét és a nagy kátét, aztán különböző hitvallásokba próbálta ugye összefoglalni a tanrendszerét, ez az úgynevezett ágostai vagy augsburgi hitvallás, aztán ugye smálkeldeni cikkelyek, amelyek szintén ilyen hitvallási szövegek, és az asztali beszélgetések, ahol leírják a különböző ugye asztali mondásait is, és az ilyen anekdótákat az életéből. Egyébként a reformáció terjedése kapcsán érdemes megjegyezni, hogy ugye Luther teljes egészében az egyház vezetését a világi fejedelmek kezébe adta. Tehát a reformáció ilyen módon politikai ügy lett. A világi fejedelmek nevezik ki a szuperintendenseket, akik ugye a püspökök szerepét veszik át, és gyakorlatilag a fejedelem határozza meg, hogy az alattvalói milyen hitet kövessenek. Tehát kényszerítheti az alattvalóikat az új hit felvételére. Egyébként a fejedelmeknek ez nagyon tetszett, mert például, hogy Luther feloszlatta a kolostorokat, ő maga is a családjával az egykori kolostorában élt Wittenbergben, és ugye át a kolostori vagyont, a birtokokat, a földbirtokokat, mindent a fejedelmek kaptak meg. Tehát ez nagyon jó jött nekik, mert rengeteget gyarapodtak ezáltal, a feloszlatott egyházi birtokok által, és hát gyakorlatilag teljesen irányították az egyháziakat és az egyháznak a belső életét. Azonban ezt nem nézte jó szemmel, ugye a császár, a német-római császár 5. Károly, aki egy szívbéli katolikus volt, és többször birodalmi gyűlésen próbálta rávenni ezeket a német fejedelmeket, hogy forduljanak szembe Lutherrel, hogy tiltsák meg az új vallásnak a terjedését, és ez ellen ugye a fejedelmek tiltakoztak, protestáltak a Speyeri gyűlésen 1526-ban, és innen származ ez a kifejezés, hogy protestánsok, magyarul tiltakozók. Aztán ugye egy szövetségbe tömörültek a protestáns fejedelmek, a Smálkeldeni szövetségbe, 5. Károly császár ellen, és kezdődtek a vallásháborúk. Hát ezek a háborúk 1555-ben az augsburgi békével értek véget, aminek a híres végkicsengése a cuius regio, eius religio elv, vagyis aki a föld, a terület, azé a vallás. Tehát a fejedelem határozza meg azt, hogy az alattvalói milyen vallást kövessenek, és még volt egy szabály, amit elfogadtak, ez pedig az úgynevezett reservatum ecclesiasticum, az azt jelenti, hogyha egy főpap más vallásra tér, például katolikus püspök protestáns lesz, akkor a birtokai az elhagyott egyházhoz tartoznak.
Tehát nem viheti magával a püspökség vagyonát, hanem ott kell hagyni a katolikusoknál. Na most ez kiverte a biztosítékot, ugye, mindig az anyagi ügyek a legnehezebbek, és emiatt tört ki a 30 éves háború 1618 és 1648 között, ami aztán teljesen lepusztította Németországot, falvakat, városokat írtott ki, és ugye a Westfáliai békével ért véget 1648-ban, ami a protestánsok győzelmét hozta. Vagyis, hát ugye, minden jogukat a törvény is garantálta. Na most még egy kicsit nézzük meg, hogy hogyan zajlott a reformáció a szomszédos Svájcban. Mert ugye ez, amit eddig láttunk, ez a német, a luteri, a mai szóval evangélikus vonal. De nézzük most a kálvini, a református vonal, ez a svájci vonal. Svájcban, Zürichben élte egy Urlich Zwingli nevű plébános, aki hát meglehetősen rebellis volt, és hát meg akarta reformálni nem csak az egyházi, hanem a világi életet is abban a kantonban, ugye abban a tartományban, ahol él, és ezért zsinatot tartott a plébániáján, ahol hát bevezette a reformált vallásnak az elveit. Az első reform az volt, hogy megnősült. Természetesen, ugye általában így szokott kezdődni, utána pedig kiürítette a templomot, kidobta az oltárt, képeket, szobrokat, sőt még az orgonát is, mert hogy az orgonának istentelen a hangja, és rettenetesen zavarja a hívek áhítatát. Na most itt van egy kép, ezt körbeadom, lent egy ilyen zürichi, ugye képrombolás, illetve hát templom kiüresítés, tehát gyakorlatilag, ugye Luthernél érdekes módon, hogy megmaradtak a képek, a szobrok. Ma is egy normál evangélikus templom azért nem üres. Sőt, én ottan Magdeburg környékén olyat is látom, hogy a barokk oltár tetején egy Luther szobor is így kifordítva, mint a barokk szobrok extázisban, ugye, ott díszeleg az oltár csúcsán. Tehát még Luthert is szabad szobor formában ábrázolni. Sőt, hát például eleinte még a luteránus lelkészek miseruhában miséztek, és teljesen a mise szertartását követték azzal, hogy a Luther azt kérte, hogy a kánont hagyják ki, a római kánont, tehát a misének a lényeges részét éppen. De azt mondta, hogy minél kevesebb zavart okozzunk, hogy a hívek észre se vegyék, hogy ez egy másik vallás, vagy hogy ez most egy másfajta ugye, hit, hanem úgy fű alatt vezessük be ezt az új tanítást. És tulajdonképpen, hogyha megnézzük ma a skandináviai luteránusokat, még a női lelkészek meg a püspöknők is teljesen fölöltöznek miseruhába, püspök süvegbe, pásztorbot, minden. Tehát első látásra ez katolikusnak tűnik, mert ugye a Luther ezeket meghagyta. Zwingliék, meg Calvinék nem. Tehát mindent ki kell üríteni, üres falak, fehér falak, és ugye miből áll az Isten tisztelet? Prédikációból, bibliaolvasásból és imádságból. Évente párszor lehet úrvacsorát tartani, de az úrvacsora az csupán szimbolikus. Tehát innentől kezdve még az a jelenlét sincs meg, amit Luther vallott, hogy a vétel pillanatában valóságosan jelen van, hanem azt mondják, hogy lelki módon van jelen, és akik ugye hittel közelednek az úrvacsorához, azok lelkileg egyesülnek Krisztussal. De inkább egy emlékvacsora, ami emlékeztet ugye Jézus áldozatára és a megváltás művére. Na most érdekes, hogy a zürichi polgárok ugye Zwinglit követték, és csatlakoztak hozzájuk a polgári kantonoknak a ugye, lakói, viszont a paraszti kantonok Svájcban azok katolikusok maradtak a mai napig. És ez a két csapat, a katolikus és a zwingliánus ugye, kanton szövetség össze ugye,
ütközött, polgárháború tört ki, és ebben a polgárháborúban Zwingli meg is halt a Kappeli csatában 1531-ben, követői pedig a kálvinizmusba olvadtak. Hát milyen is ez a kálvinizmus? Ugye Kálvin Jánosra vezeti vissza a, ugye a mozgalom az eredetét. Kálvin János, Jean Calvin, ugye francia egy jogásznak a fia volt, ő ugye nem volt pap, tehát maga is jogászi végzettségű, illetve teológiai végzettségű világi volt, aki Párizstól 30 kilométerre északra született, és gyakorlatilag ugye nagyon fiatalon meghívta őt Genfbe Farel Vilmos, a Genf első reformátora. Calvin lett ugye Genfnek a vezető lelkésze, és azon nyomban elkezdte a rendcsinálást. Na most, hogyha Luther egy ilyen joviális, ilyen jól megtelt, hát hogy mondjam, humorizálni szerető, másokat gúnyolni szerető, lármázni, kiabálni, inni, enni szerető ember volt, Calvin ennek a tökéletes ellentéte. Száraz, vékony, beteges, alig szól, néha egy pár szót, aszkéta, halára böjtöli magát, na nem azért, mert a böjtöt szentnek tartotta, hanem azért, mert mindig gyomorbántalmai voltak. Mindenfajta világi mulatságot vagy élvezetet megvetett, és ahogy a nő élt, ezt előírta az összes genti polgár számára is. Megtiltotta a táncot, a kocsmát, a színházat, az udvarlást, a színes vagy csipkés ruhák viselését, és volt egy városi rendőrség, egy fölügyelet, akik jártak házról házra, és házkutatást végeztek, sőt, tilos volt például a függöny használata, hogy ez a rendőrség bármelyik házba bármikor beláthasson, hogy mit csinálnak ezek a haszontalan házbéliek, esetleg rózsafűzért imádkoznak, azonnal mágiára mindent, vagy esetleg, mit tudom én, mulatoznak, táncolnak, kártyáznak, iszogatnak alkoholt, szó se lehet róla, ugye. Tehát tökéletes besugó rendszer alakult ki, és a lakosságot ugye szigorúan ellenőrizték. Na most, aki komolyan vétett Calvin előírásai ellen, arra legalábbis letartóztatás, vagyonelkobzás, száműzetés vagy mágia halál várt. Tehát Calvin nagyon-nagyon erősen ugye gyakorolta halálbüntetések kimondását, tehát Genfben folyamatosan égtek a mágiák, és végrehajtották a halálos ítéleteket. Például az egyik leghíresebb ilyen, ugye elítélt, a Szervét Mihály, akinek nem volt elég radikális Calvinnek a tanítása. Ugye Calvin nem engedte, hogy bárki is eltérjen az ő tanításától, se jobbra, se balra. Se szigorúbb nem lehetett, se lazább nem lehetett. Ez a Szervét Mihály szerencsétlen pedig elkezdte először is ellenezni a gyerekkerességet. Tehát azt mondta, hogy a kisgyermek ez nem döntheti el maga, hanem ugye meg kell várni a nagykorúságot, hogy majd ugye, amikor ő saját fejével gondolkodik, és magam is megtér, akkor ugye kéri a kerességet. Másik, hogy a Szervét Mihály tagadta a Szent Háromságot. Tehát ő azt állította, hogy ő a Szentírásban nem találta semmi nyomát annak, hogy Krisztus Isten lenne, vagy hogy a Szent Háromság létezne, tehát ő kezdte el azt, amit mi ma unitárius néven ismerünk. Tehát a Szent Háromság tagadó, illetve mások pedig a baptisták, azt, amit ma baptistának nevezünk, tehát ezeket a mozgalmakat is, ezeket bizony, hát a Calvin nem tűrte, úgyhogy Szervét Mihályt is mágia halálra ítéltette. Egyébként érdekes, hogy Calvinnek a család élete is hát eléggé szomorú volt, ugye már jó érett korában elvett egy fiatal özvegyet, aki három gyermeket szült neki, de mind a három meghalt azonnal, tehát vagy halva született, vagy pár napos korában meghalt.
és hát a 9 évi házasság után ez az özvegy is meghalt, úgyhogy hát meglehetősen, hogy mondjam, örömtelen volt Calvinnak a magánélete, és egyébként a végrendelete az volt, hogy egy jeltelen sírba temessék, mert semmi kultusz nem akart, hogy őt bármilyen módon is ünnepeljék. Nézzük a tanítását röviden. A legfontosabb szó, amit Calvin tanításáról tudni kell, az a predestináció. Eleve elrendelés. Mit mond Calvin? Hogy Isten eleve elrendeli, hogy ki kerül üdvösségre, ki kerül kározatra. Ezen az ember semmit nem tud változtatni. Tehát, hogyha Isten engem az idő kezdete óta kározatra szánt, akkor én hiába leszek a legbűbájosabb, legkeresztényibb, legnagylelkűbb, legirgalmasabb, legvallásosabb ember a világon, ez semmiben sem fogja befolyásolni Isten ítéletét, hogy engem kározatra vessen. Ellenben, hogyha engem üdvösségre teremtett, akkor bármilyen bűnt is elkövetek, nem tudom ezt az üdvösséget elveszíteni. Na most honnan tudom én, hogy Isten engem üdvösségre vagy kározatra választott ki? Hát például azt mondja, hogy ezt az ember megérezheti, vagy jelekből kikövetkeztetheti. Például az üdvösségre választottságnak egyik jele, hogy jól megy a gazdálkodás, jól megy az üzlet. Tehát a kálvinista tanítás óriási löketet adott a kapitalizmusnak, a kereskedelemnek, és ugye hát ebből derül ki, hogy a protestáns ugye, gyökerű országok és nemzetek miért tesznek olyan nagy hangsúlyt ugye, a gazdaságra, a munkára, a munkamorálra, stb. Mert így igazolják, hogy ők választottak, hogy jól megy az üzlet, hogy dagad a pénztárca, hogy sikeresek az evilági ügyeim. Tehát ugye ez az egyik jele a kiválasztottságnak. Aztán ugye hát a... Igen. Tehát a leghíresebb kálvini mű az Institúció, Religionis Christiane, vagyis a keresztény hitnek az alkotmánya, és azt mondja, hogy az eleve elrendelést, amelyel Isten némelyeket az élet reményébe fogad, másokat az örök halálra szán, egyszerűen tagadni nem meri senki, aki azt akarja, hogy őt Isten félő embernek tartsák. Eleve elrendelésnek pedig az Isten azon örök elhatározását nevezzük, amellyel önmagában elvégezte azt, hogy akarata szerint mi történjék minden egyes emberrel. Isten ugyanis nem egyforma állapotra teremtett mindenkit, némelyeket az örök életre, másokat az örök kározatra rendelt, kezdettől fogva. Tehát azt szerint, amint kiki egyik vagy másik célra rendeltetett, mondjuk azt, hogy az életre vagy a halálba van elválasztva. Erről pedig Isten nem csak egyes személyekben tett tanúságot, hanem Ábrahám egész magvában is bizonyságát adta ennek, amiből nyilvánvaló, miszerint az ő akaratától függ, hogy milyen legyen bármely népnek is az állapota. Tehát ugye Isten szuverén úrként dönt mindenki üdvösségéről, kározatáról. Még egy apróság, ugye, hogy az egyház kormányzat Calvin szerint micsoda, ugye Luther szerint láttuk, hogy a világi fejedelmek irányítják az egyházat, ők nevezik ki a püspököket, ők rendelik el az egyház belső ugye, szabályait. Calvin szerint az egyházat egy világiakból és lelkészekből álló testület kormányozza, és ideális esetben az államot is ilyen testületek kormányozzák. Tehát az egyháznak kell irányítani az államot is. Egyébként hát meglehetősen szigorú ez a Calvini rendszer, és hát végül is szerencsére Calvin halála után volt egy Theodor de Beze nevezetű hát, munkatársa, aki sokat enyhített ezen a szigoron és ezen az abszolút mogorva és kegyetlen Isten képen, úgyhogy manapság hát alig van olyan, aki az eredeti kálvini tanítást vallja, még a reformátusok között is, hanem inkább ezt a lájtos változatot, amit Theodor de Beze
adott, ugye? Minden esetre azonban, ugye hát ennek a kálvini tanításnak azért, meg ennek az egész mozgalomnak, ami Genfben megindult, óriási hatása volt. No, a genfiek is azért többször elzavarták szerencsétlen Kálvint, mert nem bírták már ezt a kegyetlenséget, meg ezt, hogy mindenki belenéz a levesükbe. De aztán akkor a káosz tört ki, hogy mindig visszahívták, újra meg újra visszahívták, bocsánatot kértek alázatosan, és újra teljhatalmú úrrá tették Kálvint, ugye a városukban. Na hát röviden, mára ennyi, aztán majd meglátjuk, hogy mi történt, hogyan terjedt a kálvinizmus Franciaországba, aztán ugye az angliai reformáció az egy nagyon érdekes és nagyon gazdag történet, ugye pikás részletekkel ugye bővelkedik, aztán megnézzük, hogy mi történt Skóciába, Írországba és Skandináviába is, ahol ugye, hát érdekes módon, hogy a protestáns királynő végül is a tanulmányai alapján rájön a katolikus hit igazságára, és aztán katolizál. Ez ugye Svédországban történt, egy Krisztina nevű királynő, aki bizony hát a mai napig ott nyugszik a Szent Péter bazilikába, tehát azért voltak itt ilyen dolgok is, hogy elindul a gőzmozdony, egész Európát le akarja taglózni a reformáció, viszont elindul az ellenreakció is, ami a katolikus reform, a tridenti zsinattal, és aztán az egyháznak egy hallatlan és páratlan megújulása történik ennek kapcsán. Úgyhogy köszönöm szépen a kedves figyelmet!